Szintén a rend előtti felszólásra jelentkezett Novák előadó miházán képviselője, megadom a szót képviselőnek, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, egy olyan köztársaságban élünk, amit az a Szűrös Mátyás kiáltott ki, aki nem csak az MSZNP egyik vezetője volt, hanem karrierjét 1951-ben a Rákosi féle MDP-ben kezdte. A rákosista alkotmány helyére egy hasonlóan egypárti alaptörvény került, csak imád Szájer József nevével fémjelezve. A Mi Hazánk mozgalom alapító atya viszont Pongrácz András, a Sztálin szobor ledöntésében lángvágóval közreműködő 56-os hős, akit most tisztelettel köszöntök az országgyűlésben. Az elmúlt három évtized az MSZP és Fidesz kormányok közös szégyene, nem csak az, hogy most csak a misoraimból érkezett taps, vagy hogy állami támogatást még sohasem kapott Pongrácz András, hanem az is, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt, így többek között az úgynevezett ügynöklisták feltárása, persze a tartótisztekre fókuszálva. A pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből, sőt állami cégek éléről történő kitiltása, az úgynevezett lusztráció, valamint a kommunista luxusnyugdíjak, illetve különösen a kommunista kitüntetések után sok esetben még mindig járó nyugdíjpótlékok megvonása, egyúttal a politikai foglyok nyugdíjának méltó rendezése, no meg a szabadságtéri szovjet emlékmű eltávolítása a csak elvileg tiltott önkényirami jelképeivel együtt. Miközben van már persze holokauszt múzeum, még mindig nincs 56-os múzeum Budapesten, sőt a Fidesz néhány éve megszüntette a működési támogatását az ország egyetlen 56-os múzeumának, melyet Pongrácz Gergely alapított Kiskumajsán. Országgyűlési képviselőként 2010-től évekig nyújtottam be költségvetési módosító javaslatot a múzeum állami támogatása érdekében, de a fideszes többség mindig leszavazta azt. Végül 2015-ben a Honvédség felújította, de működési támogatást nem adtak, az csak Kiskumajsa önkormányzatával kötött együttműködési támogatással sikerült úgy, ahogy biztosítani. De miután 2019-ben fideszes többségűvé vált az önkormányzat, felmondták ezt a megállapodást. Szégyen. Eddig hiába szorgalmaztuk a kormánynál a szélső baloldali antifa terror szervezetté nyilvánítását is, így megértük idén, hogy október 23-ai megemlékezés ellen szerveztek antifa akciót az egykori Lenin fiúk és ávósok mintájára. Az antifa lényege pont az, hogy ők határozzák meg, hogy ki, mi a náci, és folyamatos offenzívát folytatnak a valóban náci dolgoktól, a mérsékelt konzervatív irány felé haladva nincs megállás. Nekik Trockijtől jobbra mindenki fasiszta, így szinte találomra bántalmazhatnak az utcán brutálisan ártatlan embereket. Ami az állambiztonsági múltat illeti, a mai napig csepegtetik a titkosított információkból a neki kedvezőket. Például múlt hónapban hozta nyilvánosságra az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára azt a jelentést, amelyeket Vikidál Gyura írt zenésztársáról, Nagy Feróról 40 évvel ezelőtt az István a király premierje után. De nem ismerjük a részleteit számos kormánypárti ex-ügynök munkájának, akiket akár zsarolhatnak is a múltjukkal, így ez nemzetbiztonsági kockázat is. Sajnos még az Orbán kormánynak is tagja lehetett a D209-es fedőnevű Megyesi Péter, egykori kollégája, egy szintén 3/2-es ügynök Martonyi János, lehet, hogy valaki inkább a Marosvásárhelyi vagy Magasdi fedőnéven ismeri, illetve a fideszes kormányzat oszlopos tagjává válhatott az ugyanúgy 3/2-es Tasnádi László rendészeti államtitkár, és még mondhatnánk példákat, részleteket azonban kevésbé ismerünk, mert a Fidesz továbbra is titkosítja. És államtitkár úr, micsoda farizeus politika úgy fölvenni a Mansfeld Péter képét is ábrázoló pólót, és ebben mutatkozni, hogy a rá halálos ítéletet kérő vérügyésznek néhány évvel ezelőtti haláláig folyósították a több százezres luxusnyugdíját Biszku Bélához hasonlóan, ahogy több más már még élő vérbírónak, AVH-s vallatótisznek a mai napig is. Ez is szégyen. Persze az elszámoltatás leginkább a 90-es évek elején kellett volna, legkésőbb az első kormány idején 1998-tól, de még mindig itt élhetnek kommunista luxus nyugdíjakkal Szűrös Mátyások, vagy például kevesen tudják, de Schmidt Pál is Kádár János miniszterhelyettesi rangban szolgáló diplomatája volt.
Titkolják azt is, hányan kapnak kommunista kitüntetések után nyugdíjpótlékokat még manapság is. Megtisztelő volt, hogy 2012-ben Wittner Máriával közösen nyújthattam be azt a nyugdíjtörvény módosító javaslatot, melyet el is fogadott az országgyűlés, és ami alapján meg kellett volna vonni a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékokat, de azóta is szabotálja, sőt már titkosítja a kormány az adatokat. A Mi Hazánk 7 antikommunista követeléséből miért nem támogatja egyiket sem a kormány? Várom magyarázkodásukat. Répási Robert Ándikárunak adom meg a szót. A szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A felszólalása alkalmat ad arra, hogy egyrészt a tegnapi nemzeti ünnep hangulatában, ahhoz kapcsolódva, a tisztelt országgyűlésnek ajánljam a figyelmébe alaptörvényünket, másrészt pedig szeretném folytatni a miniszterelnök úr által idézett alaptörvényi rendelkezéseket, ez egészen pontosan az alaptörvény úcikke. Az alaptörvény úcikke kimondja, hogy az 1990-ben lezajlott első szabad választások révén a nemzet akaratából létrehozott a jog uralmán alapuló állami berendezkedés és a megelőző kommunista diktatúra összeegyeztethetetlenek. A Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődei, valamint a kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra létrehozott egyéb politikai szervezetek, bűnöző szervezetek voltak, amelyek vezetői el nem évülő felelősséggel tartoznak, többek között az elnyomó rendszer fenntartásáért, irányításáért, az elkövetett jogsértésekért és a nemzet elárulásáért. A második világháborút követő esztendők több pártrendszerre épülő demokratikus kísérletének szovjet katonai segítséggel történő felszámolásáért. A kizárólagos hatalomgyakorlásra és törvénytelenségre épülő jogrend kiépítéséért. Az európai civilizációs hagyományok értékeinek módszeres pusztításáért. Az állampolgárok és egyes csoportjaik alapvető emberi jogaiktól való megfosztásáért, vagy azok súlyos korlátozásáért, különösen emberek meggyilkolásáért, idegen hatalomnak való kiszolgáltatásáért, törvénytelen bebörtönzéséért, kényszermunkatáborba hurcolásáért, megkínzásáért, embertelen bánásmódban részesítéséért, a polgárok vagyonuktól való önkényes megfosztásáért, a tulajdonhoz fűződő jogai korlátozásáért, a polgárok szabadságjogainak teljes elvételéért, a politikai vélemény és akaratnyilvánítás állami kényszer alávonásáért, az emberek származásukra, világnézetükre vagy politikai meggyőződésükre tekintettel történő hátrányos megkülönböztetéséért, a tudáson, a szorgalmon és tehetségen alapuló erőmenetelének és érvényesülésének akadályozásáért, az emberek magánéletének törvénytelen megfigyelésére és befolyásolására törő titkos rendőrség létrehozásáért és működtetéséért, az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc szovjet megszállókkal együttműködésben történt vérbefolytásáért, az azt követő rémulalomért és megtorlásért, 200 ezer magyar ember hazájából való kényszerű elmenekülésért, mindazokért a köztörvényes bűncselekményekért, amelyeket politikai indítékból követtek el, és amelyeket az igazságszolgáltatás politikai indítékból nem üldözött. A demokratikus átmenet során a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódjaként jogi elismerést nyert politikai szervezetek a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként is osztoznak elődjeik felelősségében. Az alaptörvény úcikke kimondja, hogy a kommunista diktatúrával kapcsolatos emlékezet állami megőrzése érdekében Nemzeti Emlékezet Bizottsága működik. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága feltárja a kommunista diktatúra hatalmi működését, a kommunista hatalmat birtokló személyek és szervezetek szerepét és tevékenysége eredményeit átfogó jelentésben, valamint további dokumentumokban közzéteszi. A kommunista diktatúra hatalombirtokosai a diktatúra működésével összefüggő szerepükre és cselekményekre vonatkozó tényállításokat lényegében tűrni kötelesek az e szerepükkel és cselekményeikkel összefüggő személyes adataik nyilvánosságra hozhatók. A kommunista diktatúra törvényben meghatározott vezetői részére az állam által jogszabály alapján biztosított nyugdíj vagy más juttatás törvényben meghatározott mértékben csökkenthető, jelzem, hogy ez megtörtént törvényben, az ebből származó bevétel törvényben meghatározottak szerint a kommunista diktatúra által okozott sérelmek enyhítésére és az áldozatok emlékének ápolására kell fordítani. Ezek a rendelkezések, tisztelt képviselő úr,
egészen pontosan az alaptörvény negyedik módosításával kerültek az alaptörvény beiktatásra. Az alaptörvény negyedik módosításáról a tisztelt ház 2013. március 11-én szavazott. Nos, képviselő sajnos ön és képviselőtársai, azok, akik akkor is képviselők voltak, nem szavazták meg ezeket a rendelkezéseket. Tisztelt ház, úgy gondolom, hogy mindannyiunk tanúságához szolgál, hogy az, aki itt az előbb felszólalt parlamentben, az nem szavazta meg az alaptörvénynek a kommunizmus bűneit elítélő rendelkezését. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Képviselő úr, hogyha már mindenáron közbe akar szólni, akkor is, amikor nem adtam meg a szót, akkor legalább tájékozódjon előtte. Nyilvánvaló, hogy alaptörvény módosítással állt a törvényformában nem lehet benyújtani a házba, ezt ön is tudja. Csak úgy csinál, mintha nem tudná. Tisztelt képviselőtársaim, ezennel a naprend előtti hozzászólások végére értünk. A Novák előtt képviselő úr bizonyára tévedésből nyomott gombot. Ha nem? Nem kap szót, kérdezem, hogy miért nyomott gombot. De képviselő úr, ön mint a házszabály nagy tudója bizonyára tudja, hogy önnek most nincsen lehetősége arra, hogy hozzászóljon. Nekem meg nincs lehetőségem, hogy szót adjak önnek, úgyhogy... Nincsen ügyrendben, ugye, személyes érintettség, nem áll fönn személyes érintettsége, de amennyiben ragaszkodik, ebben az esetben van arra lehetősége, hogy a ház állásfoglását kérje a házülnök, ház ülésvezetési döntéssel szemben. Kéri ezt a szavazást? Kéri. Tehát Novák előtt képviselő úr személyes érintettsége révén szót kért, amit én nem látok indokoltnak. Kérdezem a tisztelt házat, hogy fenntartja-e az ülésvezetői döntést, kérem készen, mert se szavazzanak. Köszönöm szépen, látható többség. Így akkor tovább mehetünk.